Pontosan 10 éve, hogy csődöt jelentett a Lehman Brothers nevű befektetési bank, és elkezdődött a nagy gazdasági világválság. A hétvégén az egyik leghatalmasabb és legnagyobb múltú bank, a Lehman Brothers csődöt jelentett. Ma pedig a Merrill Lynch volt kénytelen eladni magát. A két óriás magával rántotta a nemzetközi pénzügyi piacot. Rettegve figyelték, ahogy az ázsiai részvények összeroskodtak. Hatalmas zuhanást láthattunk, a történelem legnagyobb pontesését. Lehetett volna ennél is sokkal nagyobb a baj, ha az amerikai kormány nem lép ilyen gyorsan, és nem fogadják el a történelem legnagyobb bankmentő csomagját. Then unless the Congress approves a $700 billion bailout for Wall Street and approves it within a matter of only a few days, there are going to be ominous consequences for the entire US economy. Hogy az ingatlanpiaci lufi és ezek a bonyolult pénzügyi termékek hogyan alakultak ki, arról született már egy csomó technikai magyarázat. Ha valakit érdekel, hogy mit jelentettek az akkoriban sokat pörgő varázsszavak, mint a CDO, a CDS és a többi, annak ajánlunk néhány filmet, ahol ezt sokkal szórakoztatóbban elmagyarázzák. By the way, these risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Mi most nem erről szeretnénk beszélni, hanem arról, hogyan nőtt akkorára a pénzügyi szektor, hogy szinte az egész világgazdaságot be tudta dönteni. This is the worst economic crisis facing the United States since the Great Depression of the 1920s and 30s. Ez egy olyan történet, aminek tényleg a csúcspontja a 2008-as válság, de egyáltalán nem csak arról szól. És ha ezt végignézzük, arról is többet megtudunk, hogy miért lett mostanra ilyen a világ. Next president of the United States of America, Donald Trump. Ehhez vissza kell menni az időben, egészen a második világháború utáni évtizedekig. Az 50-es, 60-as évek egy egészen kivételes időszak volt. Ez volt a nyugat aranykora. Gazdasági fellendüléssel, kiszámítható élettel és nagyon erősen szabályozott gazdasággal. A bankárszakma kifejezetten unalmas, szürke munka volt, ami a 3-6-3 nevű szabályt követte. Ez azt jelenti, hogy 3%-on fölvették a hitelt, 6%-on továbbadták, és most jön a legfontosabb rész, 3-kor elmentek golfozni. De erős korlátok voltak a tőke mozgása előtt is, nem lehetett csak úgy egyik országból a másikba befektetni. Mindez azért is fontos, mert Trump szavazói nagyjából ebbe a világba vágynak vissza, amit meg is lehet érteni, legalábbis az ő szempontjukból, mert a nyugati fehér férfiakon kívül másnak nem feltétlenül ez volt az aranykor, de ez most egy másik történet. Ennek a világnak aztán a 60-as évek után vége lett. Ez a leszabályozott környezet viszont egyre inkább korlátot jelentett a gazdasági növekedésnek, ezért elkezdték fellazítani a szabályokat. A dollár értéke például nem volt többé az aranyhoz rögzítve, és a tőkekorlátozások is lazulni kezdtek, a cégek egyszerűen áttelepülhettek oda, ahol olcsóbb munkaerőt találtak. Ami a világ egyik részének a fejlődést jelentette, az amerikai munkásoknak viszont erősen meggyengült az alkupozíciója. És közben világpolitikai változások is felforgatták a gazdaságot. Egypt and Syria are at war with Israel today for the first time since the Six-Day War of 1967. The Mideast acted, the superpowers reacted. This was the first view of the huge American airlift in the skies over Israel. On October 19th, President Nixon requested $2.2 billion emergency aid for Israel. As punishment for this country's support of Israel, 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy. Since World War II. A legfontosabb alapanyag, vagyis az olaj ára megsokszorozódott. People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon. Petrol stations can no longer afford to fill up cars whose tanks take 20 gallon. The monsters are dying of thirst. The energy crisis is killing them. Generációs élmény lett a hosszú kocsisorokból, és abból, hogy az előző évtizedek stabilitása helyére sokkal kiszámíthatatlanabb, kaotikusabb élet lépett. Beütött a stagfláció. Nem csak az árak mentek felfelé, de közben a munkanélküliség is növekedett. A gazdaság stagnált. Az inflációt sikerült lenyomni, aztán elindult egy olyan folyamat, ami alapvetően határozta meg az elmúlt 30 évet. Az új irányzat az előző teljes ellentéte lett. Ahogy az 50-es, 60-as években a túlszabályozottság irányába lengett ki az inga, most elindult a másik irányba. Le kell bontani minden korlátot, az állam a lehető legkevesebb dologba szóljon bele, mert a piac az, ami mindent a leghatékonyabban megold. Ennek az irányzatnak lettek a meghatározó politikusai az amerikai Ronald Reagan és a brit Margaret Thatcher. Let us never forget this fundamental truth.
the state has no source of money other than the money people earn themselves. A korszaknak voltak nagy, szimbolikus csatái. Például, amikor régen nem engedett a légirányítóknak, akik jobb munkafeltételekért sztrájkoltak. That I must tell those who failed to report for duty this morning, they are in violation of the law, and if they do not report for work within 48 hours, they have forfeited their jobs and will be terminated. Vagy a brit kormány harca a bányabezárások ellen tüntető bányászokkal. Her supporters called it her biggest achievement. Others called it her terrible legacy. Margaret Thatcher's battle with the miners was a defining moment not only in British industrial relations, but also in British history. Mrs. Thatcher believed it was up to individuals and families to help themselves, famously saying, there's no such thing as society. És ahogy az 50-es, 60-as évek szigorú szabályai a stabilitást hozták el, úgy a szabályok lebontása is produkált látványos eredményeket, a gazdasági növekedést. Főleg azzal együtt, hogy Amerika megnyerte a hidegháborút, és így ez a világkép a győztes ideológiává vált. Úgy tűnt, hogy nincs más hátra, mint nyomni előre a gázpedált a globalizáció országútján. Ez az elképzelés olyan erőssé vált, hogy egyre többen gondolták azt, hogy ez valami természeti erő és szükségszerűség, nem pedig politikai döntések eredménye. Tony Blair volt brit miniszterelnök például úgy fogalmazott, a globalizációról vitatkozni annyi értelme van, mint arról, hogy ősz jöjjön a nyár után. Alan Greenspan, az amerikai jegybank volt elnöke pedig egy interjúban azt mondta, nagyjából mindegy, hogy kinyeri a választásokat, a lényeges kérdésekben úgyis piaci erők döntenek. Eközben viszont más fejlemények is történtek. Az egyik, hogy óriásira nőtt a pénzügyi szektor, a gazdaság egyik vezető ágazatává vált. A fizetések megsokszorozódtak, a cégek hatalmasra növekedtek. Csak egy példa, a Morgan Stanley-nél 1972-ben 110 ember dolgozott egyetlen irodában, és 12 millió dollárjuk volt, a 2000-es évekre 50 ezeren dolgoztak irodáikban világszerte, és több milliárd dollár tőkéjük volt. Ezeket az óriásira növő pénzügyi vállalatokat pedig egyre kevesebb szabály kötötte. És amikor felmerült, hogy szabályozni kéne a tevékenységüket, akkor mindig volt, aki fellépett ez ellen. A szakemberek által nem nyilvánosan végrehajtott derivatíva tranzakciók szabályozása szükségtelen. A bonyolult pénzügyi rendszer egyfelől szükséges eleme volt a világgazdaság növekedésének. Másrészt viszont a rövidtávú haszon egyre inkább felülírt minden más szempontot. So tell me, Gordon, when does it all end, huh? How many yachts can you water ski behind? How much is enough? It's not a question of enough, pal. It's a zero-sum game. Somebody wins, somebody loses. Money itself isn't lost or made. It's simply transferred from one perception to another. Like magic. Hogy mi történt közben az amerikai munkásokkal? Hát, ezek nem az ő évtizedeik voltak. Nézzünk meg erről egy grafikont. Az alsó vonal azt mutatja, mennyi pénzt kerestek az emberek, a felső pedig azt, mennyi értéket állítottak elő. Látható, a 70-es évekig a kettő együtt mozgott, minél több értéket állítottak elő, annál többet kerestek. Aztán a két dolog elvált egymástól, a fizetések nem nőttek többet, miközben egyre több érték jött létre. We used to make shit in this country, build shit. Now we just put our hand in the next guy's pocket. De nem csak az az érdekes, hogy mi történt az alsó vonallal. Az is, hogy mi történt a felsővel. A megtermelt többlet a gazdagabbaknál halmozódott fel, akik mindenképp be akarták ezt fektetni, például hitelek nyújtásával. Szóval, a leggazdagabbaknak volt egy csomó befektetni való pénzük. Volt egy pénzügyi rendszer, ami szinte vagy nyugati szabályozatlansággal működött, és volt sok ember, akiknek szükségük volt ezekre a hitelekre, hogy megmaradjon a gyarapodás illúziója, ha már a fizetéseik nem nőttek. Sejthető már, hogy hogyan jutunk el a válságig? Hirtelen már évente több száz milliárd dollár folyt át az értékpapírosítási hálózaton. Mivel bárki kaphatott hitelt, a lakásvitelek száma és a lakásárak az egekbe szöktek. Az eredmény a történelem legnagyobb gazdasági buboréka volt. Utólag persze könnyű okosnak lenni. Néhányan akkoriban is figyelmeztettek, hogy rossz vége lesz ennek, de az általános vélemény sokkal inkább az volt, hogy minden a jó irányba tart. Az ingatlan megingathatatlan, tapintható, felhasználható és kibérelhető érték. Az egyik oldalon ott voltak az emberek, akik messze a lehetőségeiken felül adósodtak el, és vásároltak olyan házakat, amiket egyáltalán nem engedhettek meg maguknak. Náluk viszont sokkal súlyosabb felelőssége van a pénzintézeteknek, akik a hitelekből valóságos piramist építettek. A gátlástalanságot jól példázza ez a meghallgatás. Before you sold them, this is what your sales team were telling to each other.
Boy, that Timberwolf was one shitty deal. They sold that shitty deal. Mr. Chairman, this email was from the head of the division, not the sales force. Whatever it was, it's an internal Goldman document. This was an email to me in late June. Right. And you sold Timberwolf. After the transaction. No, no. You sold Timberwolf after as well. We did trades after that. Yeah, okay. It's the trades after. Some context. Yeah. Might be helpful. The context, let me tell you, the context is mighty clear. June 22 is the date of this email. Boy, that Timberwolf was one shitty deal. How much of that shitty deal did you sell to your clients? Olyan volt a helyzet, mint amikor a préri farkas túlfut a szakadék szélén. Egy ideig még nem vesz észre, hogy már nincs a lába alatt a talaj. Aztán jön a zuhanás. Illetve azért nem mossuk össze a dolgokat, nem mindenki zuhant ugyanakkor át. Amikor az emberek nem tudták törleszteni a hiteleiket, a Luffy kidurrant, és egyik csőd követte a másikat. 2008-ban az amerikai államnak többször is be kellett avatkoznia, szeptemberben viszont úgy döntöttek, az egyik legnagyobb befektetési bankot, a Lehman Brothers-t nem mentik meg. Ekkor tört ki az igazi pánik. A világ pénzügyi rendszere olyan komplex, és annyira összenőtt, hogy pillanatok alatt szinte mindenhol érezni lehetett a hatást. És akkor a csúcspont előtt álljunk meg egy pillanatra. Az egész pénzügyi rendszer alapja a bizalom. Nincs a világon olyan bank, amiből mindenki egyszerre ki tudná venni a pénzét. Az, hogy ez itt egy darab papír, vagy egy dollár, az csak attól függ, hogy elhisszük-e, hogy van-e értéke. Ezért óriási bajt tud okozni, ha megrendül a bizalom és kitör a pánik. Ekkor döntött úgy az amerikai kormány, hogy megmenti a többi bankot. Közpénzből, amiről ugye tudjuk, egyfelől tehát kellett a gyors beavatkozás, hogy ne legyen még nagyobb baj. Másfelől az adófizetők pénzéből mentették meg az elképesztően felelőtlenül viselkedő bankokat, akik egyszerűen túl nagyok voltak ahhoz, hogy bukni hagyják őket. A válság felelősei közül többeket is megmentettek, elszámoltatás nem történt, sőt a dollármilliós bónuszokat ugyanúgy kifizették ezután is. A válság következménye pedig az lett, hogy milliók veszítették el az otthonukat vagy a munkájukat. Az illúziónak, hogy a piac önmagában mindent megold, ezzel vége szakadt. Az ugyanis, hogy melyik péri farkas zuhant le a szakadékba, és melyik maradhatott fent a levegőben, sőt, melyiket kísérték vissza a szikla peremére, az nem a szabad piac, hanem politikai döntések eredménye volt. Ez viszont nem múlt el következmények nélkül. A 2016-os amerikai elnökválasztás és ugyanebben az évben a Brexit népszavazás már a megváltozott világrendről szóltak. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals. A pénzügyi válság átváltozott politikai káosszá. Elitellenes üzenetek korábban is voltak, de ebben a környezetben már sokkal nagyobbat lehetett tarolni velük. That have bled our country dry. A válság utáni környezetet eddig a jobb oldal használta ki sokkal jobban, de a bal oldalt is megváltoztatta. We're going to change this economy. We're going to create an economy that works for dishwashers, that works for waiters and waitresses. This race is about people versus money. We've got people, they've got money. Az egyenlőtlenség, sőt, a társadalmi osztályok közötti harc az érdeklődés középpontjába került. És ezt a nyelvet már nem csak az aktivisták használják. A világ egyik leggazdagabb befektetője például így írta le a helyzetet. Actually, there's been class warfare going on for the last 20 years and my class is one. The very rich have done exceptionally well in this economy. Other people have done okay on balance, but it's certainly the super rich. It's really been concentrated. Az amerikai fiatalok számára pedig ma már vonzóbbnak tűnik a szocializmus, mint a kapitalizmusnak az a formája, ami az utóbbi évtizedekben kialakult. Egészen úgy tűnik, mintha a válság előtti liberális konszenzus az egyenlőtlenségekkel nem foglalkozott volna eléggé, a válság utáni baloldali kritika pedig úgy dobná ki az egész rendszert a szemétbe, mintha nem venne tudomást arról, hogy sok mindenkinek tényleg jobb lett a világban. Hogy ez miért van így, arról egy elefánt tudna mesélni. Ez Branko Milanovic közgazdász ábrája arról, hogyan változott különböző társadalmi rétegek jövedelme 88 és 2008 között. A formája miatt elefánt ábrának szokták nevezni, de mit látunk itt pontosan? Az elefánt teste főleg az ázsiai középosztályból áll. Nekik láthatóan tényleg jobb lett. Az ormány a leggazdagabbak, nekik aztán pláne jobb lett, de erről már épp eleget beszéltünk. Köztük viszont ott vannak a nyugati munkások,
akiknek nem lett jobb, és ettől mostanra már kellően csalódottak és dühösek, akár annyira is, hogy inkább szavaztak egy valóságsóhősre, mint azokra, akik felmondták a régi leckéket. Az persze más kérdés, hogy a rendszer jogos kritikájához elképesztően sok hazugság társul, amik közül a legnagyobb talán az, hogy Trump miközben a régi jó világot ígéri vissza, a leggazdagabbak adóit csökkenti tovább, és a hergelésen kívül nem sokat segít a szavazóinak. A válság után 10 évvel az biztosan látszik, hogy megváltozott a világ, de hogy pontosan mennyire, az még nem. Ahogy Adam Tooze gazdaságtörténész írta, ha az 1929-es válságra 10 évvel később visszatekintettünk volna, az még mindig csak 39 lenne, tehát messze nem látszana a teljes kép. Így az is valószínű, hogy amiről most beszéltünk, az nem egy történet a múltból, hanem még mindig tart.